Hétfőn közlik hivatalosan, hogy kiváltja Boris Johnsont a brit konzervatív párt élén, és így ki lesz az Egyesült Királyság következő miniszterelnöke. A kormányfő 2 hónapja jelentette be, hogy távozik posztjáról, ahol most külügyminisztere vagy volt pénzügyminisztere követheti. Botrányok sora tépázta meg az elmúlt években Boris Johnson népszerűségét. Tavaly áprilisban egy volt tanácsadója azzal vádolta a brit miniszterelnököt, hogy titkos adományokból újítatta fel rezidenciáját. Rá fél évre a kormányfő megpróbálta megakadályozni egy korrupt képviselő felfüggesztését, és az is többeket felháborított, hogy hivatalában bulikat tartottak a járványügyi lezárás idején. Végül abba bukott bele, hogy kiderült, olyan képviselőt nevezett ki pártfegyelemért felelős vezetőhelyettesnek, akiről tudta, hogy szexuális zaklatással vádolták. Kormányának tagjai ezután sorra mondtak le. Július 7-én Boris Johnson is bejelentette lemondását. Hivatalára többen pályáztak, de a képviselőház konzervatív képviselőinek szavazása után 2 maradtak versenyben. Volt pénzügyminisztere Rishi Sunak és külügyminisztere, a sokak által esélyesebbnek tartott Liz Truss. Azonnal lépni fogok a növekvő rezsi és energiaellátás ügyében, mert a 2 összefügg. Azonnal segíteni kell a családoknak és vállalkozásoknak, de foglalkoznunk kell az ellátási problémákkal is, amik idáig juttattak bennünket, mondta Truss. A konzervatívok a legnagyobb parlamenti párt, így új megválasztott vezetőjük automatikusan miniszterelnök is lesz. A konzervatívok szavazása pénteken zárult. 3 éve a Torik legutóbbi vezetőválasztásán 160 000 szavazásra jogosult volt, de a párt szerint ez a szám azóta nőtt.